Köszöntöm a nézőket, lássuk, mi mindenről szól a mai napszemle. Júniusra kell elkészülnie a szertartást írnek a temető bejáratánál, méltó hely lesz a végső búcsúhoz. Jellegzetes gyergyószentmiklósi értékeket gyűjtenek, bárki tehet javaslatot. Etikai kódexet írtak alá a helyhatósági választáson résztvevő szervezetek, hogy kizárják az alaptalan vádaskodást, a mocskolódást a kampányból. Gyergyói lányok is erősítették a Kézdivásárhelyi Sportegyesület U18-as lány kosár csapatát a bronzérem megszerzésében. Újra kezdték a munkát a temető bejáratánál. Azon a részen, ahol a fal épül, elbontották a kerítést. Padokat helyeztek ki a tető alá, alakul az arculat. Végső formáját június elejére kell elnyernie. A ravatalozó kápolna előtti tér rendezését tavaly ősszel kezdte el a Tigrác System Kft. Az önkormányzat megbízásából. Azóta a szertartás teret már befötték, a sártenger helyett most piskótakövek és macskakövek borítják a teret. Nemrég padokat helyeztek ki, és lebontották a kerítést azon a részen, ahová a hangszigetelő falat tervezték. Az elmúlt év őszén indult a munkálat arra, hogy a temető előtti, a ravatalozó kápolna előtti szertartás teret befödjék. A munkálatok során még a tél folyamán derült az ki, hogy a kerítés alapozását meg kell újítani, hiszen azt a statikai terhelést, amelyet a hőszigetelő ablak jelent majd számára, a régi kerítés nem fogja megfelelő módon és eléggé hosszú távon megbírni. Éppen ezért a szerződés hosszabbítására került sor, és ennek következtében június elejéig vállalta a kivitelező, hogy az új kerítés alapot, illetve a rátervezett hangszigetelő falbetétes ablakokat elkészíti. Jelen pillanatban a munkálatok elindultak, és itt most már zajlanak a ravatalozó kápolna előtt. Az egyeztetések alapján a kivitelező és az egyház minden esetben pontosítja azt, hogy mikorra ütemeztek temetkezési szertartást, és ez idő alatt a szertartások tiszteletben tartják az elköszönés méltóságát, de ennek ellenére a vállalt határidőt a kivitelező tartani fogja. A munkálatokat úgy ütemezték, hogy a szertartásokat ne zavarják. A kerítés megépítése alatt sem a program, sem a helyszínek nem módosulnak, minden esetben a családdal egyeztetett temetkezési szertartási időpontot tartják majd. Az egyház képviselő és ezen kívül a déli harangszó csendjét és az imádkozás méltóságát is tiszteletben tartja a munkálat. Ezen kívül természetesen munkaidőben, hétköznapokon gőzerővel zajlik a munkálat, pontosan azért, hogy minél hamarabb elkészüljön ez a tér. Látható most már, hogy nem csak a tető van kész, hanem a padok is kikerültek, és ezáltal egy sokkal inkább rendezett tér zajlódhatnak majd a szertartások. Szerencsére plusz kiadást nem jelent a szerződés módosításba foglalt munkálat, így továbbra is 298 ezer lej az az összeg, amiért elvégzik a teljes térrendezést. A falat a tervek szerint fából és üvegből készítik el. Elsődleges szerepe az lesz, hogy távol tartsa az utca zaját a temetkezési szertartásoktól. Gyergyószentmiklósról több zarándok csapat is indul gyalogosan a csíksomlyói búcsúra. Akik az Alfalvi keresztaljához akarnak csatlakozni, csütörtökön, május 12-én, 6:45-kor a Szent István templomban köszönti és engedi útra őket Keresztes Zoltán plébános. Alfaluban 7 órakor van a gyülekező, 7:30-ig kell megtörténjen a hozzátartozóktól való búcsúzás. Ezt követi a papi áldás és útraindulás. Holnap este érkezik a zarándok vonat több mint 900 utassal. Este 10:10-kor érkezik a szerelvény a vasútállomásra. Ezúttal is várják a gyergyóiakat az állomásra, hogy minél többen fogadják az anyaországi zarándokokat, akik a környéken szállnak meg a következő napokban. Néhány napig még bárki javasolhat a gyergyószentmiklósi értéktárba. A Hungarikum mintájára gyergyóékumok kerestetnek. A Városházán fogadják a lakók ötleteit. Kiskun Majsa és Gyergyószentmiklós testvérvárosi kapcsolatának 75 éves évfordulója alkalmából a két önkormányzat közös Hungarikum pályázatot nyújtott be. Ennek keretén belül értékgyűjtést hirdetett meg Gyergyószentmiklós polgármesteri hivatala. Egy nyertes pályázat margójára indul el ez a folyamat, mégpedig Kiskun Majsa és Gyergyószentmiklós testvértelepülési kapcsolata az idén tölti a 75. esztendejét, és ennek alapján, ennek nyomán egy közös pályázatot nyújtott be a két település.
a Nemzetünket Összekötő Értékek címmel. A pályázatot pozitívan bírálták el, és ennek eredményeképpen most mindkét településen helyi értékgyűjtési folyamat indul el, a Hungarikum címszó és az ezáltal foglalt terminusok kapcsán. Minden bizonnyal sokaknak ismerős ez a fogalom, hogy Hungarikum, ez olyan helyi jellegzetességekről szól, amelyet egy közösség termelt ki, amely egyedi és jellegzetes adott vidékre, adott közösségre nézve, és erre az adott közösség büszke is. Éppen ezért most olyan helyi jellegzetességeket és értékeket keresünk Gyergyószentmiklóson is, amelyre mi gyergyóiak, gyergyószentmiklósiak büszkék vagyunk. Helyi érték sok minden lehet. Szóba jöhet például egy-egy műemléképület, de akár személy, rendezvény, tárgy vagy éppenséggel kulináris különlegesség is. Ennek a folyamatnak van természetesen egy eljárásbeli rendje is, mégpedig ez úgy történik, hogy magánszemélyek vagy civil szervezetek egy jelölési ívet kell, hogy kitöltsenek. Ez az ív megtalálható a Városházán, a Művelődési Központban, a Város honlapján, illetve egy közösségi oldalon is elérhető. Tehát gyakorlatilag minden felületen meg lehet tenni a jelöléseket. Ezeket összesítjük, legkésőbb május 13-áig lehet benyújtani a helyi érték jelölést. Ezt követően pedig egy testület által kinevezett bizottság lesz majd az, aki ezeket a jelöléseket mérlegeli, és amennyiben úgy gondolja, hogy valóban ez egy érték, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, és erre indoklás is van az adott jelölésben, illetve alátámasztható szakmai szempontok szerint is, akkor bekerül a helyi érték tárba, úgymond gyergyói kum lesz belőle, hiszen a bizottság ezt a minősítést fogja majd odaítélni. Több kategóriát is megneveznek, melyeken belül jelölni lehet. Ilyen például az élelmiszergazdaság, az egészség és életmód, az épített örökség, a sport, kulturális örökség, természeti környezet, turizmus. A végterméke most első fázisban egy olyan szabadtéri kiállítás lesz, amelyen majd bemutatjuk az összegyűlt helyi értékeket, várhatóan május hónap végén. Ezt követően pedig majd kicseréljük egymással Kiskumajsa és Gyergyószentmiklós az összegyűlt helyi értékeket, hogy láthassuk azt, hogy mely közösségben melyek az értékek. Értelemszerűen ez a Hungarikum rendszernek a része. Jelen pillanatban helyi értékeket gyűjtünk, de lehetőség van arra is, hogy ezek közül előterjesszünk a Hungarikum bizottságnak jóváhagyásra értékeket, és amennyiben ők is úgy ítélik, nem kizárt, hogy a gyergyói kumból Hungarikum lesz, tehát nem csak egy helyi közösségnek, hanem akár az egész magyarságnak büszkeségére legyen az az érték, amelyet adott gyergyószentmiklósiak megneveznek. Éppen ezért bátorítunk és ösztönzünk mindenkit, hogy gondolja végig, hogy melyek azok az értékek, amelyeket ebben a közösségben lát és felismer, ezt jelölje is. Rövid indoklást kell értelemszerűen csatolni a jelöléshez, pontosan azért, hogy minél többet sikerüljön összegyűjtenünk. Reményeink szerint ez a folyamat nem zárul majd le a pályázat végeztével, most első fázisban azonban minél több jelölés az, amire szükség lesz. A jelöléseket legkésőbb május 13-áig fogadják. Szégyenlistát tett közzé az Országos Adóhatóság. A listán azok szerepelnek, akiknek több mint 10 000 lejes tartozásuk van. Mint kiderült, közel 145 000 adóköteles kisvállalat és intézmény tartozik az államnak. Az adóhátrálék értéke eléri a 77 milliárd lejt, de ebből 62 milliárd lejt már nem lehet behajtani. A szégyenlistán több ismert intézmény és cég található, ilyen például a Román Állami Vasútvállalat vagy a Mediafax Group. Az adó- és pénzügyi hivatal hamarosan a természetes személyek szégyenlistáját is közzéteszi. Arra azok kerülnek fel, akiknek több mint 1500 lejes adóhátrálékuk van. Jelentősen szigorítja a hitelezési feltételeket a romániai bankok többsége. Az intézkedés hátterében a hitelcseretörvény elfogadása áll. Szakértők szerint hanyatlásnak indulhat az ingatlanpiac. Az úgynevezett hitelcsere törvény 3 nap múlva lép érvénybe. Ez lehetővé teszi, hogy egy hiteles önként átadja a banknak az ingatlan fedezetet, és ezzel megszabaduljon a teljes adósságától, akkor is, ha az ingatlan értéke ma már nem fedezi a hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségeit. A romániai székelyű bankok gyorsan reagáltak a jogszabályra, és szigorítottak a hitelezési feltételeken. Hogyha a fedezet a hitelek mögött csak a maga az ingatlan lesz, és nem lehet az adósnak a többi jövedelme után végrehajtást kezdeményezni,
akkor a bank sokkal gyengébb helyzetbe kerül, és nagyobb veszteséget fog elkönyvelni egy adott bedőlt hitelen, illetve maga a folyamat sokkal tovább fog tartani a számára. A hazai bankszektor legnagyobb szereplője a Bécsére jelentősen 15%-ról 35%-ra emelte az ingatlannal garantált jelzálog hitelek esetében kért önrész mértékét. Korábban a BRD, az Alfa Bank, a Raiffeisen Bank, a Banca Romaniască, a Garanti Bank, a Bankpost és az Intesa San Paolo Bank is jelentősen emelt a jelzálog hiteleknél kért önrész mértékén. A Transzilvánia és az OTP Bank egyelőre nem folyamodott hasonló intézkedéshez. A hitelezés szigorítása jókora csapást mér az ingatlan piacra, mondja Faluvégi Sándor. Ez azt jelenteni, hogy valószínűleg egy olyan 5%-ot, mondhatni pár ezer eurót fognak csökkenni a lakásértékek, itt vásárhelyen is, mivel hogy nem lesz annyi banki hitel, nem lesz annyi eladás az ingatlan piacon. Szakértők szerint a lakásárak csökkenése mellett az építőipar is hanyatlásnak indulhat, ebből kifolyólag pedig a munkalehetőségek száma is csökken, ezt pedig végső soron az államkassa sínyli meg. Jog, nem kiváltság az, hogy a 14 évnél kisebb gyerekekkel együtt a szülő is befeküdjön a kórházba, figyelmeztet az Egészségügyi és Munkaügyi Minisztérium. Közleményük szerint a törvényes előírások megszegése a jogszabály rendelkezéseinek megfelelően büntethető. A minisztériumi rendelet megállapítja, kérés esetén a beutalás teljes ideje alatt ott lehet annak a gyereknek az egyik szülője, aki az intenzív terápia osztályon fekszik. Ugyanakkor kérésre a 14 évesnél kisebb gyerekek esetében állandóan ott lehet az egyik szülő bármely kórházi osztályon. Ez nagyobbak esetében is lehetséges, az illető osztályvezető beleegyezésével teszik hozzá. Óriási a vérszükséglet a romániai kórházakban. A véradók száma azonban továbbra is rendkívül alacsony. Az ország 9 városában orvos és egyetemi hallgatók próbálnak ezen változtatni. A 3%-ot sem éri el a romániai vérdonorok aránya, ezzel szemben az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az európai átlag meghaladja 20%-ot. Ezen javítanának azzal a nagyméretű véradási kampánnyal, amely a héten zajlik. Idén is számos egyetemi hallgató ad vért, és a környezetében élők figyelmét is felhívja a véradás fontosságára. Az egyetemen népszerűsítették a véradás fontosságát, és ezt követően döntöttem el, hogy donor leszek, hiszen az ilyen jellegű elszántság életet menthet meg. A kampány 9 romániai városban zajlik, köztük Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Nagyváradon is. A Marosvásárhelyi Vértranszfúziós Központ pszichológusa szerint ilyenkor a vérdonorok száma mintegy 15%-kal nő. Az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy ebben az időszakban naponta hozzávetőlegesen 20 egyetemi hallgató ad vért, de ők ugyanakkor másokat is mozgósítanak véradásra, így mindkét esetben pozitív eredményről beszélhetünk. Hozzátette, a kórházakban olyan nagy a vérhiány, hogy minden típusú vérre szükség van, ugyanis minden egyes csepp életmentő. Ősztől annyiszor utaznak vonattal kedvezményesen az iskolások és egyetemisták, ahányszor szeretnének. Dán Costescu szállítási miniszter tegnap bejelentette, a következő tanévtől korlátlan számú féláras jegyet válthatnak a tanulók és az állami és magánegyetemek diákjai az interrégió vonatokra. A jelenlegi szabályozás szerint évente legtöbb 12 alkalommal utazhatnak kedvezményesen. Ezt a plafont készül eltörölni a kormány ősztől. A féláras jegyek kiváltásához ezután csak az ellenőrzőre lesz szükség. A szállítási miniszter szerint az egyetemistáknak ezután nem kell minden tanév kezdetekor hosszú sorokat kiállniuk, hogy átvegyék a kedvezményre feljogosító kuponokat. Majdnem minden politikai szervezet aláírta a helyhatósági választásokat megelőző kampányra vonatkozó etikai kódexet. A polgári párt által kezdeményezett javaslatot, melyel tisztességes, nem pedig alaptalan vádaskodáson alapuló kampányt szorgalmaznak, egyedül a Szabad Emberek pártja nem írta alá. A választási etikai kódexet szövegéből kiderül, a helyhatósági választás tisztasága és a kampány etikus lebonyolítása érdekében a gyergyószentmiklósi választópolgárok pontos és valósághű tájékoztatása, valamint a demokratikus intézményekbe vetett bizalmának erősítése érdekében született a dokumentum.
Egyszerűen azért kezdeményeztük ezt az etikai kódexnek a megfogalmazását és aláírását, közösen az elfogadását, hogy egy tiszta választási kampányt tudjunk végig folytatni. Éppen ezért van az, hogy a választási kampány elején bocsájtottuk újra útjára, és kértük fel azon politikai szereplőket, akik részt fognak vállalni, és részt vállalnak már a helyhatósági választásokon. Az etikai kódex legnagyobb célkitűzése az az, hogy távol tartsuk az egymás besározásától a közhangulatot, illetve minden olyan elvtelen és alaptalan vitákat és vádakat ki szeretnénk zárni az idei választási kampányból, amely nem a városért szóló építő kritikákról szól, vagy akár nem a megfelelő környezetben lefolytatott vélemény különbségeknek a megvitatásáról. A választási etikai kódex nem zárja ki az elfogadásával a vélemény különbségeket, továbbá nem zárja ki azt sem, hogy mindenki a saját programjáról, illetve olyan érvekkel jön elő, amelyet úgy gondolja, hogy megalapozottak. Egyedül egy, amit ki szeretnék zárni ezzel, az, hogy megalapozatlanul egymást olyan vádakkal illessük, amely úgy emberi méltóságában befolyásolja az illető résztvevő személyt, mint annak családját és az egész város közhangulatát rontani fogja tudni. A kódex szervezetét kedden küldték el mind a 6 szervezetnek, akik jelölteket állítottak Gyergyószent Miklóson a helyhatósági választásokra. Az RMDS jelezte, hogy bár a találkozón nem tud részt venni, de készséggel aláírja a kódexet. A többi szervezet képviselői is üdvözölték a kezdeményezést, egyetértettek annak tartalmával. Desigur, este un demers de bun simț. Consider că partidele politice ar trebui să aibă un astfel de cod etic în momentul în care încep campania electorală. Este ceea ce ne dorim cu toții, ca în presă și în media și în cadrul discuțiilor publice să nu existe cuvinte calomnioase, atât la adresa unuia sau altuia. Consider că e important să ne prezentăm fiecare programul politic, și cel mai bun să câștige, ca întotdeauna. Ez egyszer az egyszerűségnek, az, hogy folytassunk egy komoly kampányt, hogy egymást nem mocskoljuk, magyarul megmondva, főleg a személyünkre, amit remélem be is fogunk tartani, és hogy a Gyergyószent Miklóson elkezdődjön egy jövő, amiről mostanig nem beszélhetünk, úgy érzem én, mint elindultam polgármesternek a Demokraták és a Liberálisok Szövetségében, hogy próbáljunk meg mindent azért a közösségünkért, amit ebben a városban mostanig lehetett látni, mi folyt közben. Hát egy tisztességes kampányt, bemutassuk azt, hogy mit szeretnénk elérni, hogy ez a város fejlődjön, nagyon le van maradva falvakhoz képest, és minél több pénzt lehozni ennek a városnak, amit én úgy érzem, hogy csak Bukaresten keresztül lehet lehozni. A dokumentum aláírására szervezett találkozóra a Szabad Emberek pártja sem küldött képviselőt, azt sem jelezték, hogy utólag aláírnák a kódexet. Úgy gondolom, hogy mindazon politikai szereplők, akik egyetértenek az etikus választási kampánnyal, itt voltak egy asztalnál. Irányunkban nem jutottak el egyik politikai szervezet részéről sem módosító javaslatot ezzel kapcsolatosan. Tehát én úgy értelmezem ezt, hogy teljes mértékben elfogadhatónak tartják az előterjesztett szöveget, vagy az, aki nem írja, tudomásunk szerint egy személy nem fogja aláírni, ő pedig valószínűleg tartom, hogy abszolút nem tartja elfogadhatónak. Amennyiben módosítási javaslatai lettek volna, akkor az volt idő ennek a megtételére, akár személyesen, akár írásban. Bajkó László megkeresésünkre elmondta, a Szabad Emberek pártjához csatlakozott jelöltek egyetértenek a kódex 90%-ával aláírás nélkül is. Viszont úgy gondolják, el kell fogadni, hogy a számadás ideje is most van. Ez alól pedig senki, még a polgári párt sem kivétel. Ebben a formájában nem fogják aláírni a javaslatot, hiszen szívesen vették volna, ha az összeállításába is lett volna beleszólásuk. Kora délután az RMDS tanácsos jelölti nevében a listavezető Barti Tihamér juttatott el közleményt szerkesztőségünkbe, teljes egészében idézzük. Az elmúlt időszakban, miután az RMDS-ből lemondott kollégák más utat választottak, és a Partidul Oamenilor Liber színeiben indultak, tettek néhány véleményünk szerint etikátlan lépést. Az eddig használt RMDS Gyergyószent Miklós című Facebook oldalt arra használják, hogy a polban való indulásukat hirdessék, illetve hogy támadó, lejárató kampányt folytassanak az RMDS jelöltjei ellen. Teszik mindezt az RMDS Gyergyószent Miklós oldalán. Úgy gondoljuk, hogy minimum etikátlan ez a cselekedet, mint ahogy a viselkedés is. Ugyanakkor meggyőződésünk,
hogy a választókat nem lehet félrevezetni kisiskolás trükkökkel. Gyergyó Szent Miklós megérdemli, hogy összefogással dolgozzunk érte, ezért vállaltuk az RMDSZ városi tanácsosi jelöltségét. A széthúzás rombol, az összefogás előre visz. Eddig a közlemény. A Kézdivásárhelyi Sportegyesület U18-as lány kosárlabda csapat bronzérmet nyert a korosztályos országos bajnokságban. A sikerben részük volt azonban csíkszeredai és gyergyói lányoknak is. Négy gyergyói lány szerepelt a bronzérmes csapatban. A Kézdivásárhelyi Sportegyesület bronzérmet szerzett csapata több város legjobbjaiból állt össze. Gyulafehérváron rendezték a döntőtornát, ahol az alapszakasz hat legjobb csapata mérkőzött meg. Turgoviste és Gyulafehérvár csapatát legyőzték a lányok. A címvédő Alexandria együttesét jól megizzasztották, de ezúttal a győzelem nem sikerült. Ugyancsak jól szerepeltek a lányok a másik bajnokesélyes Kolozsvár ellen is, de végül alul maradtak. A torna utolsó mérkőzését Brassó ellen magabiztosan nyerték a székely lányok, így megszerezték a bajnoki bronzérmet. Négy gyergyói lány erősítette az együttest, Kovács Renáta, Cimbalmos Brigitta, Cimbalmos Timea és Csíki Barbara. A kézdivásárhelyiekkel az együttműködés nem most kezdődött és nem is ér véget itt. Az együttműködés két éve alakult, hát végül is azért, mert nem tudunk külön-külön nagyobb korosztályokban nagyon nehéz eredményt elérni. Nagyon kevés a gyerek, és emiatt született meg az együttműködés. Végül is Csíkszereda is benne van egy-két lányjal, ugyan Székelyudvarhely is, tehát ez inkább egy ilyen helyi összefogás volt. Valószínű, hogy ugyanígy az U18-as bajnokságban jövőben is részt vesznek a lányok, valamint a B-ligás csapatban, mert Kézdivásárhelynek olyan elképzelései vannak, hogy feljussanak az A-ligába és hazai játékosokkal helyt álljanak. Nem csak a Kézdivásárhelyi, de a gyergyószentmiklósi kosárlabdasport életében is nagy jelentőséggel bír az elért eredmény. Gyergyóból négy lány volt, tehát négy gyergyői születésű lány, abból Kovács Renáta, aki annak idején nálam kezdett kosarazni, majd Hoffmann Gabriella tanárnőnél és Hobaj Leventénél kosarazott, és van a jelenlegi U16-os csapatomból három lány, aki részt vett ebbe az U18-as bajnokságba. Ez egy óriási eredmény, az a lényeg, hogy az országban közel 30 csapatból lettek harmadikok, és gyergyői színekben nem is tudom, hogy bronzérem utoljára mikor volt, de szerintem az elmúlt 30-40 évben biztos, hogy nem. A lányok jól érezték magukat a Kézdivásárhelyi együttesben, lehetőséget kaptak játszani, az elért eredménynek köszönhetően pedig lehetőségük lehet tovább lépni is. Nagyon jól érzem magamat ebben a csapatban, ennek Kézdivásárhelyén, mert nagyon jól befogadtak minket, és örültek, hogy jövünk nekik segíteni, mert hát kevesebben voltak a sérülések miatt. A felkészülés nagyon jó volt, az edző is nagyon kedvesen bánt velünk, és a meccsekkel kapcsolatban pedig voltak gyengébbek, erősebb csapatok, sok tapasztalatot szereztem, és mivel már régebb óta kosarazok, ez nekem egy nagy élmény volt, hogy ilyen fiatalon már a 18 évesek között már játszhatok, és még esélyt is kaptam, és pontot is tudtam szerezni. És hát így ez a dicsőség így a gyergyóiaknak is, a kézdivásárhelyieknek ugyanígy, és a csíkiaknak is, mert onnan is volt két lány. Úgyhogy szerintem megérte ez az egész, hogy így elmehettem, és részt vettem ezen a turnén. Nagy élmény volt számomra, könnyen beilleszkedtem a csoportba, vagyis a csapatba, jól teltek az edzések, volt pár közös edzésünk. Nagyon tetszett az, hogy szimplán magunk voltunk, voltunk egy bentlakásban, ott voltunk elszállásolva, és nem volt senki felügyelet alatt, és minden laza volt, és megbíztak bennünk, ez nagyon tetszett, és alkalmunk volt megismerni a várost is, és az edzések is nagyon jól teltek. Jó érzés volt, láttam a csapaton, hogy úgy igazán megérdemlik, mert ők tényleg ezt a 9 hónapot, vagy mennyit végig küzdötték és keményen edzettek. Mi csak egy kicsit segítettünk be, de örülök, hogy ott lehettünk. Gratulálunk a gyergyói lányoknak és a bronzérmes csapatnak, kívánjuk, hogy további sikereket érjenek el.
Nézzük még egyszer röviden, mi mindenről számoltunk be ma. Júniusra kell elkészülnie a szertartástérnek a temető bejáratánál, méltó hely lesz a végső búcsúhoz. Jellegzetes gyergyószentmiklósi értékeket gyűjtenek, bárki tehet javaslatot. Etikai kódexet írtak alá a helyhatósági választáson résztvevő szervezetek, hogy kizárják az alaptalan vádaskodást, a mocskolódást a kampányból. Gyergyói lányok is erősítették a Kézdivásárhelyi Sportegyesület U18-as lánykosár csapatát a bronzérem megszerzésében. Ezek voltak híreink ma, ne menjenek sehová, mert rövidesen kezdődik a Székely Konyha. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!